A kormány mind foglalkoztatáspolitikai, mind iparpolitikai szempontból vizsgálja az Electrolux nyíregyházi gyárbezárásának bejelentése kapcsán kialakult helyzetet. Jelentette ki február elején Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nyíregyházán. A cél, hogy az ott dolgozó 650 ember és családjaik jövője biztosítva legyen. A politikus elmondta, mintegy 1600 üres álláshely van a versenyszférában Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A beruházások kapcsán pedig újabb 2000 munkahely létesül. A kormány részéről mind foglalkoztatáspolitikai, mind iparpolitikai szempontból vizsgáljuk a helyzetet, tehát folyamatosan tárgyalni fogunk az érintettekkel, hogyha egy hajszálnyi esély is van arra, hogy esetleg a gyár tovább működtetését valamilyen módon sikerül megoldanunk, akkor természetesen ebben mi partnerek vagyunk. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor nyilván az a célunk, az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az itt dolgozó emberek és az ő családjaik biztonsága továbbra is biztosítva legyen. Ugye egy éves távlatról beszélünk, tehát ugye 2024-ben fejezi be, vagy 23 évvégén fejezi be a termelést a gyár. Ez ugye lehetőséget ad arra, hogy közösen átgondoljuk a dolgainkat, milyen módon, hogyan tudunk segíteni azokon, akikre a legnagyobb szükség van. Ami a fontos információ az, hogy munkából munkába szeretnénk az embereket segíteni. Február elején már érezhető volt, hogy komoly hátrány éri a vármegye gazdáit az Ukrajnából ellenőrizetlenül behozott gabona miatt, amelyet áron alul értékesítenek ebben a térségben is. A háború sújtotta Ukrajnában ráadásul nem az Európai Unió növényvédelmi szabályai szerint állítják elő a takarmánynak valót. Így az az állatok számára is ártalmas lehet. Azt gondoltuk, hogy a betakarítás után a kereskedők, felvásárlók, termelők leülnek egy asztalhoz, azt kitalálják itt a megoldást. Sajnos erre nem került sor. Most már megyünk Brüsszelbe, volt miniszter úr, nem nagy sikerre. Sőt, még azt hallom, hogy még Lengyelország is minket okol azért, amiért merjük ezt szóba hozni, hogy lényegében az ukrán piac miatt, vagy a kiszállítások akadályoztatása miatt, vagy vontatott kiszállítás miatt, itt a mi raktáraink tele vannak, úgyhogy kezdeni kellene valamit, amire nem nagy hajlandóságot mutat Brüsszel, hogy ezt a problémát kezelje. Ha ez ilyen lassan lesz kezelve, akkor még az is bekövetkezhet, hogy mire a búzát kell aratni, akkor ez a rossz minőségű kukoricót lesz még a raktárban, nem lesz kiszállítva, úgyhogy hát nagyon a közhangulat nagyon reményvesztett. Februárban elkészült Tiszadoda bölcsődéje. Az új, egy csoportszobás létesítményt az önkormányzat Európai Uniós támogatásból, csak nem 160 millió forintból valósította meg. A település legkisebb lakói májusban vehették birtokba az épületet. Nagy örömünkre szolgált, hogy az állam támogatta a bölcsődéknek az építését vidéken is, hisz egyre nagyobb igény mutatkozik a településünkön is arra, hogy az anyukák minél hamarabb vissza tudjanak menni dolgozni. 160 millió forintot kaptunk egy 12 férőhelyes bölcsőde építésére, és ez az épület épült fel belőle. Jelen pillanatban ugye még az engedélyeztetések folynak, valamint ugye a berendezéseknek az elhelyezése, takarítás, és mi úgy tervezzük, hogy körülbelül május 1-jével szeretnénk indítani a bölcsődét, már a dolgozók ki vannak választva, beiratkoztak iskolába, és nagyon várják az itt élők, hogy hozhassák a gyerekeiket. Új gyárat adtak át február közepén a Nagykálló Ipari Parkban. A csaknem 1000 négyzetméteres üzemben napelem tartó szerkezeteket állít elő az egyik nyíregyházi székhelyű cég. A beruházó 205 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatással összesen több mint 300 millió forintból valósította meg a fejlesztést. Ez az első olyan üzem,
amit már ebben a ciklusban vásárolta a telket, építette meg a csarnokot, helyezte üzemben a benne megvalósítandó gyártást vagy technológiát, és indulhat el a gyár, úgyhogy ilyen tekintetben tényleg az első fecske ő nálunk. Különösen nagy öröm az, hogy ugye valójában április környékén már termelni fognak, innentől kezdve pedig ugye nő a foglalkoztatás, és Nagykállóban pedig ugye az adókat növelheti majd. Vita nélkül fogadta el a 2023-as költségvetését a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés február végén. Sesták Oszkár, a testület elnöke azt mondta, kiegyensúlyozott, takarékos és minden kötelező feladatot képes finanszírozni a büdzsé. Pályázati bevételekből, állami normatívából, saját bevételekből ezek a források rendelkezésünkre állnak. Viszonylag nagynak tűnik a megyei önkormányzat költségvetése, viszont ebben pályázati pénzek is vannak. Amivel mi a feladatainkhoz gazdálkodunk, az ilyen 100 millió forint. Ennek az előkészítése történt, mert most is a közgyűlés általi elfogadása valóban vita nélkül. Az önkormányzat 4,1 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel gazdálkodott ebben az évben. A forrás nagyobbik része pályázatokból származik, működési támogatásuk 322 millió forint.